Üdvözlöm nézőinket, Önök a Sansz esélyegyenlőségi magazint láthatják. Már több mint két hete valójában tombol a vakáció, és ez nincs másképp Ferencvárosban sem. A H52 ifjúsági iroda és közösségi tér sporttáborába látogattunk el. Nyártervezést már március elején elkezdtük a kollégákkal, illetve a Fezin belül működő óvodai iskolai segítő csoport munkatársaival. Az egész nyártervezésre összeraktunk egy olyan pályázatot, amit az Emberi Erőforrások Minisztériumának benyújtottunk. Sajnos ez érvénytelen lett, elutasították, az okát nem tudjuk. De mégis úgy döntöttünk, hogy meg fogjuk valósítani azt a négy napközis tábort, amit elterveztünk, illetve amikor nem napközis táboraink vannak, akkor nyár 52-ös programsorozatunk van, a fiatalok már jól ismerik, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden napra egy programot próbálunk szervezni a kerületben élő fiataloknak, ez már negyedik éve, hogy így működik, és akkor van két sporttáborunk, napközi jellegű táboraink vannak, két sporttábor, egy mesetábor, illetve egy élménytábor, egy cuki tábor 5-6-7 éveseknek is. Próbáljuk a legkisebb korosztályt is valamilyen szinten elérni, meg bevonni a nyári programjainkba. Nagyon fontos, hogy a héten az első sporttáborunk van, 12 gyerek részvételével. Nagyon fontos, hogy a gyerekek összetétele az számunkra azért fontos, hogy ilyen vegyes korosztály, hát igazából 10-14 éves gyerekek vehetnek részt a táborba, de úgy igyekeztünk összeválogatni a jelenkezőket, hogy olyan fiatalok is részt vegyenek, akik napi szinten felkeresik az ifjúsági irodát, és olyan fiatalok is jöjjenek el, akik ritkábban veszik igénybe a mi szolgáltatásainkat. Mi teljes mértékben hiszünk az integrációba, és úgy próbáltuk az egész hetet megszervezni, hogy valódi élményt, hiszen ugye nyári szünet van, és szerintem elég nehéz év volt mindenkinek, élményt szeretnénk nyújtani a gyerekeknek, de úgy, hogy közben egy kicsit maga a sportvilágát egy kicsit jobban megismerik. Úgyhogy a mai napra így visszatérve a Kerekerdő Parkba volt egy délelőtti foglalkozásunk, ahol Kótai Mihály ökölvívó tartotta a srácoknak egy kis bemelegítést, volt egy kis beszélgetés, hogy ő hogyan jutott nem tudom, 14 éves korától a Las Vegasig, ahol 9-9-szer lett világbajnok, ami nagyon élvezetes volt, mert hogy nagyon ért a gyerekek nyelvén, és elég viccesen is tudja kezelni a különböző helyzeteket, úgyhogy volt rengeteg fekvőtámasz, rengeteg mozgás, egy-két ütést is gyakoroltak, úgyhogy ez volt délelőtt. Majd egy szabadjáték, csocsó pingpong, ami egyébként minden nap van, és ugye az irodában működik. Ebéd után érkezik a Fradi jégkorong szakosztályától Pavuk Attila, aki mesélni fog maga az ő pályafutásáról. És itt kiemelném, hogy egyébként minden nap több híres sportoló meglátogatott bennünket. Volt a Bácsi Peti, ugye, aki birkozásban azért elég jó dolgokat ért el, meg hogy így olimpián is részt vett. A tegnap a Szabó László is velünk volt, illetve a Kazi Tamás, aki a Fradinak az egyik atlétája. Ugyanúgy a Fenyvesi Evelin, aki a női labdarúgó válogatottban 65-ször már szerepelt. Ő képviselte, hogy a női focit. Holnap meg a kézilabdai lesz a főszerep. Hétfőn is volt egy kézilabda Fradi tesi óra, ahol a Szekeres Csiszár Katalin egy kézilabda foglalkozást tartott a srácoknak. Én Kótai Misi vagyok, Rakamazon születtem, az egy nagyon pici hely. Ne felejts utca, az országban Ne felejts utca, az mind cigány sor, ezt mondom, tudjátok? Ott születtem, nevelkedtem, és 12 éves koromban elhatároztam, hogy boxoló leszek, és onnantól kezdve nagyon sokat edzettem, édesapám volt az első edzőm, nagyon sok sikert értünk el 16 éves koromig együtt,
Aztán utána 17-18 évesen felkerültem a Vasasba, és onnan sikerült, onnan EB bronzérmes voltam, aztán utána sikerült 9 világbajnoki címvédést csinálni a profik között, ez 2000-től 2006-ig. Van egy nagyon jó szlogenem, ti olyan fiatalok vagytok, hogy engem nem láthatatok boxolni, de hazamentek most majd, és megmondjátok az apukátok, meg az anyukátoknak, hogy velem találkoztok, azok biztos nem fognak kerülni. Úgyhogy nagyon sokat dolgoztam, én boxoltam kint Las Vegasban, és nagyon sokat edzettem és dolgoztam azért, hogy oda eljuthassak. És a mai nap azért jöttem ide hozzátok, hogy beszélgessünk egy kicsit erről a motivációról, hogy hogyan is lehet egy 10 vagy 10, akár 13 éves kisfiúnak kitalálni, hogy mit szeretne az életével kezdeni. A 72 ifjúsági iroda és közösségi tér törzs közönsége a környékbeli roma srácok, de hogy évek óta próbálunk tenni ez ellen, az, tényleg azt gondoljuk, hogyha egy kicsit közelebb hozzuk a roma fiatalokat és a nem roma fiatalokat, és megtapasztalják azt, hogy közösen is milyen remek élményeink lehetnek, akkor talán ez a néha nagyon éles ellentét eltűnik, és akkor én azt gondolom, hogy ugyanúgy ahogy az iskolában, ugyanúgy a családban, vagy az utcán is békességben tudunk egymás mellett élni. És igyekszünk egyébként az összes programjainkat ilyen szinten terelni erre a szintre, mert hogy azt tapasztaljuk, hogy ez mindenkinek jó. Úgyhogy igen, az integráció itt a cél. Ezek a gyerekek, saját magamat látom bennük, hiszen 12 évesen, 10 évesen ugyanilyenek voltunk, sőt a rosszabb helyzetben bejöttünk, lent rakom az ivagyókat, Szabolcsmájék, akkor még falu, most község, vagyis akkor község most ilyen kisváros-szerű, de most is sajnos ugyanolyan rossz a helyzet, mint amikor én voltam, nagyon kevés lehetőség van, és nagyon nehéz ott a gyerekeknek megtalálni az álmaikat. Azért nagyon szeretem ezeket a kis csoportokkal való találkozásokat, mert itt nem csak magamról tudok beszélni, ahol egy előadáson elmondjuk, hogy mit értem el, mit csináltam, honnan jöttem. Hogy persze lényegében az is kell, hiszen hogy az ember a gyerekeknek érdekes legyen. De itt ezeknél a kis csoportoknál tudok velük beszélgetni, tudom beszéltetni őket egy kicsit saját magukról. Mert látszik az, hogy tehát azért egymással sincsenek olyan néha olyan kapcsolatban, hogy beszélgessenek az álmaikról, vagy amiket szeretnének csinálni. És nagyon jó volt, mert most is volt 3 kisgyerek, 2 kislány, és aki elmesélte, hogy nagyon szeretnének utazni, nagyon szeretnének megnézni a világot. Ami saját magamat gondolataimban magamat láttam, hiszen én is 10-12 évesen azért kezdtem el boxolni, mert beszerettem volna járni a világot, meg szerettem volna nézni a piramisokat, el szerettem volna jutni Amerikába. És ugye ezek az álmok úgy teljesültek, hiszen 5-ször boxoltam Las Vegasba, Puerto Rico és sorolhatnánk, de a sport juttatott el oda, és ma a sportnak köszönhetem azt is, amilyen életet tudok élni. Van 2 kis gyönyörű kislányom, és így az egész életem, azt gondolom, hogy így az ökölvívással és a pályafutásomban nagyon-nagyon teljes. És ezeknek a kisgyerekeknek azért szeretem így, hogy közel tudunk egy kicsit beszélgetni, mert akkor egy picit hátha el tudok érni őket, hátha valamilyen gondolatot lehet bennük ébreszteni, hogy a világ csodálatos, és azt éjjel meg kell élni, és meg kell tudni élni. Már áprilisban elkezdték a fiatalok, a szülők, azok a szülők, akik a tavaly elengedték a gyerekeiket valamelyik programunkkal, már áprilisban irogattak, hívogattak, hogy ugye lesz-e valamilyen nyári program, tábor, nyár 52. Mert hogy nagyon sokan olyan helyzetben vannak, ugye ismerjük, jól bezárva voltunk, rengeteg korlátozás, tartsd be ezt, tartsd be azt, mindenki egy kicsit beleörült, én azt gondolom. És jelen pillanatban
a gyerekeknek iszonyatosan fontos az, hogy egy kicsit kiszabadulnak, megtapasztalják azt a Covid előtti életet, ahogy, hogy amikor felhőtlenül tudtak valamilyen programon részt venni, közösségbe lenni. A szülőknek meg iszonyatosan nagy segítség az, mert nagyon sokan szabadságot vettek ki, az éves szabadságuk nagy részét mondjuk az online oktatás miatt ugye már ki kellett vennünk, és most jelen pillanatban nem tudják megoldani azt, hogy mi legyen a gyerekükkel. És azt gondolom, hogy ez is egy jó alternatíva a családoknak, hogy akkor igen, tudják, hogy itt jó helyen vannak, tartalmas programok vannak, közösségben vannak, és ismét tényleg az, hogy együtt lenni és jól érezni magunkat, az legyen az elsődleges célunk. Mindent csináltunk. Nekem az első nap tetszett a legjobban, amikor kézilabdáztunk. Megkaptunk még ilyen, amit 2014-ben adtak ki, amikor megnyitották a stadion. Megkaptunk még újságokat is, pólót, sapkát, tesztit. Beszélj nekem arról, hogy sikerült az évvégi bizonyítványod, és melyik iskolába jársz? A Molnár Ferenc iskolába járok, csak nem tudtam megkapni a bizonyítványomat, mivel előbb eljöttem. Szóval majd jövő héten fogom megkapni, mert anyukám bemegy majd az iskolába. És melyik osztályos vagy? Negyedikes, most leszek ötödikes. Milyen terveid van? Arról beszélni? Hát majd focista szeretnék lenni és beutazni az országot, és Franciaországba szeretnék inkább élni. De miért? Nekem nagyon tetszik az a hely valamiért, nem tudom. És miért van focista? Mert az apukám is focizott, megfocizik, a bátyám is focizik, és akkor én is szeretném folytatni. Meg amúgy is tetszik nekem. Mi tetszett a legjobban most a tábor idején? Táborban? Hát a reggeli focizás, ugye Kótai Misének nagyon jó fej volt, és aranyos, ennyi. És még Szekeres Klára is kedves volt. És miért fontosak az ilyen táborok? Miért jók ezek a táborok? Hát a kedvesek az emberek, jók a táborok, a programok, ezek szerintem. És az online oktatás után az otthon kicsit bevagyok zárva az elmúlt időszakban, az hogy viselted, és mennyire jó kicsit kiszabadulni? Hát nekem nagyon jó volt végre a barátaimmal találkozni, focizni, haverokkal hülyéskedni, és nagyon örültem ez miatt. Mint említettem, ugye a látunk benyújtott pályázat nem járt sikerrel a minisztériumnál, ezért külön szeretném megköszönni a Ferencvárosi Önkormányzatnak, hogy az étkezést, a gyerekek étkezését a tábor alatt átvállalta, illetve a Ferencvárosi Tornaklubnak, hogy a programjainkhoz sportolókat delegáltak. Úgyhogy egy igazi közös munka van abban, hogy ilyen tartalmas programokat tudtunk megszervezni erre a hétre, és természetesen én azt gondolom, hogy érdemes figyelni a Facebook oldalunkat, illetve a hírleveleinket, mert hogy végig, a nyár végéig tervezzük ugye a programjainkat. Ha jól tudom, a három tábor, ami még hátra van, talán egy-két helyünk maradt, de a nyár 52-es egynapos programokat mindig egy héttel előtte fogjuk meghirdetni, úgyhogy arra kérem azokat a szülőket, fiatalokat, akik szívesen eljönnek velünk túrázni, vizes is nézni, nem tudom, a strandra, nézzük a kiírásainkat is, jelentkezzenek. És nagyon fontos, hogy mi minden évben nekünk minden programunk, táborunk ingyenes, a szülőknek ez 0 forintjába kerül.
Önök a Chance esélyegyenlőségi magazint láthatták. Észrevételeiket megírhatják a chance@9tv.hu internetes e-mail címünkre, de hívhatnak is bennünket a 0620 297 39 81-es mobiltelefonszámunkon. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra, egy hét múlva!